Ha az ember úton van, akkor egy olyan laptop kell neki, ami nem fogja hátráltatni. Valami könnyű, de mégis erős. Vékony, de határozott. Mondjuk egy prémium zenbook. Tudom, hogy a közönségem leghangosabb része Gamer laptopokat szeretne látni, azonban a legtöbb ember laptopokat keres. Mármint laptop laptopokat. Tudjátok valami egyszerű, könnyed kis gépet, amit egész nap tudtok hurcolni, és öröm lesz használni mindenhol. Az MBUK S13 OLED pedig határozottan kényelmes volt, mint vonaton ülve, ebédlőben használva, sőt, még az út közepén is. Mit keresek itt, úristen? Az említett helyszíneken nyilvánvalóan nem volt belugva a konnektorba a laptop, azonban egy percig sem feltem attól, hogy le fog merülni apró picin testébe valahogyan egy 67 wattórás akkumulátort sikerült beegyömöszölni, ami már alapban egy igencsak szép érték, azonban állításuk szerint ez 19 órányi üzemidőre képes. 19 órára. Ázus, szerintem jobban vagyunk, de azt 19 órát az csak úgy hozott ki ebből a laptopból, hogyha lehúzod a fényerőt 20%-ra, kikapcsolod a wifi-t és nézed az asztalt. Ezzel szemben azonban vonaton ülve két és fél órán keresztül néztem rajta sorozatot, amiközben olyan nagyjából 21% merült belőle, majd pedig olyan nagyjából 3 órán keresztül használtam rajta az internetet és böngésztem különböző oldalakat, ami alatt pedig 35%-ot merült a laptop. Ez azt fogja jelenteni, hogy különböző felhasználástól függően Ö, valószínűleg ez a laptop olyan 10-12 órát fog elmenni egy töltésre, ami nyilván nem 19 óra, de szerintem ez továbbra is egy igencsak szép eredmény. Persze nem csak az üzemidéje miatt érdemes vele utazni, a 15 mm vékony magnézium ötvözetből készült laptop mindösszesen 1 kg. Ez a 13-szoros laptop, ez 1 kg. Mert konkrétan Pelékönyv. Eddig ez szép és jó, most van egy könnyed, jó üzemidős laptopunk király, meg minden, de nem a külsejét, hanem mondjuk a kijelzőt fogjuk legtöbbször nézni. Milyen szerencse! Egy 2,8K felbontású OLED panel fogad majd minket, amin öröm lesz a tartalom fogyasztás. Csak gyorsan végigfutva a tulajdonságokon, ez egy 13,3 colos, 2880 x 1800 pixeles felbontású, 60 Hz, 600 nites max fényerős, 100 ú DCI-P3-as színter lefedéssel rendelkező, csillagos felületű kijelző a mindenségét. Két verziója van egyébként a laptopnak, egy érintős és egy nem érintős, és hozzám ez a hiába tapogatod, nem történik semmi modell érkezett el. Engem őszintén nem nagyon zavar, én alapban nem vagyok nagy barátja az érintő kijelzőknek, de az öröm az, hogy ott az opció, hogyha ti szeretnétek, akkor ez a laptop olyan kijelzővel is vásárolható. Illetve valami, ami mindenképpen megérdemel egy említés, hogy ez egy 180 fokig kihajtható zsanérral rendelkező laptop. Jó napot kívánok! Ez ugye lehetővé teszi azt, ha mondjuk prezentáltok egy asztalnál, akkor ugye kihajtjátok a kijelzőt teljesen és akkor mindenki látja, hogy mi a francot láttok. Vagy pedig, hogyha mondjuk az asztal mellett állva próbáltok rajta dolgozni, akkor nem lesz olyan probléma, hogy nem hajlik eléggé hátra a kijelző. Ez csak egyszerűen egy jó funkció. Azonban... Most beszélnék valamiről, ami határozottan nem tetszett. Pontosabban két dologba tudnék belekötni a kijelző terén. Az egyik, hogy nem 90 herces. Már nem egy zenbukot láttunk 90 herces kijelzővel, és ténylegesen jobb, mint a 60 herces variáns. Sokkal folyamatosabbnak érződik a rendszer, sokkal gyorsabban reagál az érintéseinkre, magasabb frissítési ráta, az soha nem volt ellenünkre, és Asus, én egy ilyen laptopban ezt igenis szeretném látni. Légy szíves. A másik pedig, hogy nem működik automatikusan a fényerőállítás. Ez nem tudom, hogy ebben a laptopodokban van csak így, vagy az összes bejígyból csak soha nem zavart, de most, amikor hajnali kettőkor felhajtottam a fedelét és meggyulladt a retinám, akkor észrevettem, hogy hm, ez a laptop nem tudja, hogy este van. Mi a fene? És akkor oké, okay, könnyű, sokáig elmegy és jó a kijelző. Ez mind semmit nem ér, hogyha nincsen meg benne a megfelelő teljesítmény. Milyen szerencse, hogy megvan benne. Éppen ezért található benne egy Ryzen 7 6800U processzor, valamint 16 GB DDR5-ös memória, ami megadja a teljesítményt gyakorlatilag bármire, amit egy ilyen kaliberű gépen elképzelhetőnek tart az ember. Tehát nyilván nem lesz probléma a videó megtekintésével és böngészéssel. Ö, mehetünk egyébként egészen táblázat sőt fotószerkesztésig is. Most nem azt mondom, hogy 4K videószerkesztésre ezt a laptopot ajánlom. Mert nem. De bármi, amihez nem kell majd dedikált videókártya, az szerintem problémamentesen futni fog ezen a gépen. A laptopban található hardware remek balanszban van a teljesítmény és az energiatakarékosság között félúton, aminek ugye köszönhetjük a meglehetősen jó üzemidőt, amiről már beszéltünk. A billentyűzet a szokásos Zenbook klaviatúra három stádiumú háttérvilágítással, és egy igen kellemes, méretes touchpadet kapunk egyébként emellett beépített numerikus billentyűzettel, használata pedig ez alkalommal is nagyon kényelmes. Bár a portok nincsenek túl sokan, annál többre képesek. A Jack Gödrön kívül három USB c port van a laptopon, mind a három USB 3.2 gen 2-es csatlakozó, töltés és videókivezetés támogatással illetve egy úgynevezett easy charging protokollnak köszönhetően a laptop minden további nélkül töltető, akár mobil töltő fejről is, 20 watt, vagy akár 5 wattos sebességgel, vagy akár mondjuk valamilyen egyszerű, gyengébb külső akkumulátorról is. Ha maximális 65 wattos sebességet akarjuk, akkor érdemes lesz a saját töltőjét használni, ami szerintem a legkisebb laptop töltő, amit életemben láttam, és egyszerűen imádom. Egyértelmű, hogy ez az az irány, amiben el kellene mennünk, és ebből tanulhatna az összes többi laptopgyártó. Illetve Asus. Te is tanulhatnál belőle, mert szerintem ez az első laptopotok ezzel szól. Ha, ha minél több laptopotoknál látom ezt a töltőt, annál boldogabb ember leszek légy szíves, ez kegyetlen menő. A laptop webkamerája -e a Full HD felbontású, ami egyébként azt mondom, egy kicsit látszik is, azt mondom, hogy felbontás egy picit jobban annál, mint amihez hozzá lehetünk szokva, bár nyilván ettől továbbra sem kell a megváltást várni. Ez a képi minőség még mindig eléggé messze van egy igazi, normális Full hd webkamerától, és neki van egy igencsak érdekes szokása, hogyha valami komoly háttérfénnyel dolgoztok, akkor hajlamos azt játszani, hogy a háttér az fontosabb, mint ti ami egy érdekes konklúzió, kedves Windows kamera alkalmazás. Mi lenne, hogyha nem? A hangszorok meglepően hangosak, azonban a középtartományon kívül túl sok minden másra ne számítsunk. A magas részletekről, és főként egyébként a mélyebb ilyen basszusokról, szerintem nyugodtan el lehet feledkezni. Így utolsónak szerintem még említésre méltó az új olvasó, ami bár egy ilyen kategóriájú laptopnál már-már alapfelszereltségnek tekintető, én akkor is nagyon örülök, hogy itt van, mert baromi gyors és könnyű teszi így a bejelentkezést magába a laptopba, és én azt mondom, hogy már nem hinném, hogy vennék laptopot újra olvasó nélkül, olyan egyszerű és könnyű így a felhasználása. Azonban, minden, amit ebben a videóban hallottatok, az egyetlen egy pontba vezetett össze, egyetlen kérdéshez, amit nem tudunk magunkban tartani. Mennyibe kerül a laptop? Nos kérem szépen, a nálam lévő konfiguráció 550 ezer forintba kerül, ebben 16 GB és 1 TB SSD található. Ennek a gépnek van egy másik konfigja, fele ennyi tárhelyel és fele memóriával, én azonban a helyetekben azért gondolkodnék ezen a modellen, mert bővíteni nem lehet. És az a 8 giga, az nekem nem olyan szimpatikus így hallás alapján. Teljesen elismerem, hogy az ár egy picit félelmetesnek tűnhet elsőre, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy mondjuk egy... M2-es MacBook Air az még mindig e fölött található beárazva, és abban a laptopban 8 GB ram fogtok találni 256 GB háttértárral. Jep? És ott nem kaptok OLED kijelzőt. De nyilván ez az egész csak ízlés kérdése. Most ezt nem azért hoztam föl, meg a címbe se azért írtam be, a úristen, most tolok mindenkit e felé, vagy tolok mindenkit a felé, nem? Azt vesztek, amit szeretnétek. Hogyha pedig szeretnétek egy nagyon-nagyon jó minőségű premium ultrabookot Windows-zal, ez egy baromi jó ajánlat, Zenbook S13 OLED 2022. Szép hosszú nevei vannak ezeknek a termékeknek. Abban az esetben pedig, hogyha valami hasonló kategóriája, de azért ennél olcsóbb gépre pályáznátok, nem menjetek olyan túlságosan messzire, mert 2023 elején mindenképpen foglalkozni fogok egy ilyen géppel. Ezt már most leszögezhetem, ezt már most mondom, Ázus, te is hallod, remélem, mert foglalkozni fogok egy ilyen géppel, ad nekem egyet, vagy bérges lesz. Csamere, itt vagyunk a végén, szeretném is nekik megköszönni ugye a lehetőséget, hogy foglalkozhatom ezzel a géppel. Baromira ö, bejövős egyébként, és ez egy kiló, ez félelmetes könnyű egy laptop, szóval le a kalappal ezzel a, ezzel a súlya. A magnézium fordvén, ahogy, eh, ahogy mondani szokták. Amiben tetszett a videó, nyomjatok rá egy igencsak méretes nagy lájkot, illetve, hogyha szeretnétek, akkor eh, meg tudtok nézni másik videóimat? Itt. Itt vannak a további videóim. Az egyik, az egy Zenbook videó lesz, a másik pedig valami, amit a YouTube pikkel nektek izgalmak, úristen. Illetve kövess be Instagramon, és euh, TikTokon. Ha nem kövesz be, nagy bajok lesznek, nem akarod tudni, hogy akkor mi van. Szóval igen, legyetek jók, és sziasztok!